A mai naptól ismét lehet elektromos kerékpárokra pályázni. Az 1 milliárd forintos keretösszegű, az elektromos rásegítési kerékpárok beszerzését támogató pályázat 7. fordulója június 7-én hétfőn reggel 8 órakor nyílt meg. A támogatás maximális mértéke a vételár 50%-a. Pedálszenzoros kerékpárok esetében legfeljebb 90 ezer forint, nyomatékszenzoros kerékpároknál pedig legfeljebb 150 ezer forint. Idén tavasztól egyszerűsödött a pályázati elszámolások folyamata, így már nem szükséges benyújtani és megkötni sem az adásvételi szerződést. Bővebben az IFKA közhasznú nonprofit Kft. honlapján lehet tájékozódni. A dokumentumokat ebben a fordulóban, június 11-én éjfélig lehet benyújtani. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint a kormány eddig mintegy 4000 elektromos kerékpár kedvezményes az járult hozzá, több mint 420 millió forinttal. A program része a magyar kormány klíma és természetvédelmi akciótervének. A cél a közlekedés zöldítése, az elektromos hajtás csendesebb a benzinesnél, bicikliből többféle a forgalmas belvárosi utcákon, a program tehát többféleképpen javítja az életminőséget, írják a közleményben.